Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látják a Városházáról. Műsorunk állandó vendége és egyben házigazdája, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megyei jogváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester úr, visszatekintésünket kezdjük szokás szerint az elmúlt hétvégénél. Szombattal kezdjük akkor. A Kanizsai Dorottya gimnázium centenáriumát ültük ezen a napon. 100 évvel ezelőtt, 1917-ben egy kormányhatározat hozta létre a Kanizsai Dorottya gimnáziumot. Nyilvánvalóan azért volt szükség erre a gimnáziumra, mert a városi polgárság igencsak igényét érezte annak, hogy a leánygyermekek tanulhassanak, magasabb iskolában tanulhassanak, gimnáziumban tanulhassanak. Ezért aztán létrehozták, megalapították az iskolát, aztán felépítették a mai épület helyén, az akkor egy egyszintes épület volt, és a 100 év alatt egy szellemiséget, a kanizsai szellemiséget az egész intézmény adja, és nagy és híres tanulók voltak, akik a Kanizsában szereztek érettségit. A munkahét a szokásos hét indító értekezlettel kezdődött, ezt követően pedig volt egy szakmai bemutató. Ez a szakmai bemutató, ez egy országos mozgalomnak a része. A pályaválasztási tanácsadóról volt szó gyakorlatilag. Az ország 7 helyén bemutatták a különböző szakmáknak a jelentőségét, a különböző szakmákra akarják a fiatalokat buzdítani. Hefele iskolában az építőipar bemutatkozását láthattuk. Az imént polgármester úr a Kanizsai gimnázium kerekévfordulójáról beszélt, nos ünnepel a Városi Fúvózenekar, mégpedig egy kiállítással és egy rajzpályázattal. 60 éves a Városi Fúvózenekar. 1957-ben egy tanácsi rendelettel hozták létre. Hosszú időn keresztül Idős Rózsa Ferenc volt a karnagya ennek a zenekarnak. 10 éve egyesületi formában működik a zenekar, azóta Simeg Andrea a vezetőjük. Az apropója egyébként ennek a 60 éves évfordulónak, illetve a kiállításnak az volt, hogy egy rajzpályázatot hirdetett a zenekar. A rajzpályázat Zenével élni címet viselte, és azt kellett a gyerkőcöknek ábrázolni, hogy mi a véleményük a zenéről, milyen szerepet tölt be a zene az életükbe. A szerdai napon polgármester volt egy átadáson is. Neumann iskolának az étkezdéje újult meg, illetve bővült. Ez egy régi probléma egyébként az iskolában, és mintegy 5 millió forintnyi költségből sikerült, vagy duplájára bővíteni az ebédlőt. Ez egy jeles és kívánatos összefogás, jövőre is kívánatos összefogás, ahogy sikerült előteremteni az anyagiakat, úgyhogy mindenki segített, a képviselők pártállástól függetlenül, a város segített, a szülői munkaközösség segített, és az ottani pedagógusok is, úgyhogy ezt az étkezdét tudtuk most átadni. Kiállítással kezdtük a szerdai napot, fejezzük be egy másik kiállítással. A Herendi porcelán mindig érték volt. 190 esztendeje indult el a porcelán manufaktúra, és azóta nagyjából ugyanazzal a technikával csodálatos alkotásokat, csodálatos műtárgyakat gyártanak, készítenek. A szombathelyi kapcsolat az nagyjából 5 évre nyúlik vissza, hiszen 5 éve a Szavária Nemzetközi Táncversenynek a helyezettei ajándéktárgyként herendi porcelánokat kapnak. Nyilvánvalóan az elegancia, az értékállóság a táncban is, és a herendi porcelánban is megvan, tehát itt kapcsolódik a két dolog meg. Hát, hogyha nézzük,
Szombathely is egy értékálló, Szombathely is egy elegáns, egy értékes város, úgyhogy akár itt is kapcsolódhatunk. Arról beszéltünk vezérigazgató úrral, hogy talán sikerül megteremteni a feltételeit annak, hogy a herendi porcelánoknak az értékesítése ismételten megtörténjen itt Szombathelyen valamelyik boltban. Ahogy elnézem, a csütörtöki nap nagyon sok programot tartogatott polgármester úr számára, kezdjük talán akkor a diákparlamenttel. A demokráciát tanulni kell, ezért is, meg azért is, hogy a fiatalok érezzék, hogy beleszólhatnak a saját jövőjükbe, létrehozott a kormányzat egy mozgalmat, ami évek óta működik, és évek óta a megyékben egy-egy ilyen diákparlamenti ülést kell tartani. Most 40 intézmény delegáltjai voltak itt a művészeti iskolában, a művészeti iskolának a parlament formájú előadótermében, és a feladatuk pedig többek között az volt, hogy válasszák meg az új küldöttet, aki az országos diák tanácsban képviseli majd a vasmegyei diákokat. Sokszor beszélt polgármester úr már arról, hogy itt Szombathelyen mennyi programmal várják az aktív időskorúakat. Most egy ilyenre volt példa. Az aktív időskor program keretében Máriaceli kirándulást szerveztünk. Nagyon nagy az érdeklődés, meg a siker. Az első turnus indult. Összességében 21 busszal visszük a szombathelyieket. A 21 busz délelőtt indul, és hát este érkezik vissza, közben Máriacelt, illetve útközben egy-két helyet tekintenek meg. Összességében 1050 vendéget, 1050-60 év fölött itt viszünk el kirándulni Máriacelbe. Összességében az indulás óta 20 ezeren vettek részt a különböző programjainkon. A mai beszélgetésünk során már említett polgármester úr két kerekéfordulót, itt a harmadik. A Vadvirág Oboda 75 évvel ezelőtt indult. Azért jelentős, mert ez volt az első olyan óvoda a városban, ami óvodának épült. Egy nagyon aranyos, szép műsorral tisztelték meg az odaérkező vendégeket, akik részben az óvoda régi dolgozói, régi vezetői voltak, valamint hát az óvoda jelenlegi tanárai, óvoda pedagógusai. Sokszor említettük már polgármesterről, hogy a fényképek azok kor dokumentumok. Most megnézhetjük a Jós Karola alapítvány dokumentációját. Jós Karola lakótelepért alapítvány, pontosan így hívták. 19 esztendeig működött, 1998-ban jött létre. Paverkovics László és családja volt az alapító, és 2017-ben, tehát az idei esztendőben fejezte be a működését, méghozzá úgy, hogy elszámolt és nullás végeredménnyel, tartozás nélkül. Ez a mai korban nagyon fontos dolog. A kiállítás az alapjában véve azoknak a képeknek a kiállítását tartalmazza, amelyek úgy nagyjából ezek a 19 esztendei történéseket ábrázolják, hát természetesen csoportosítva, tudom én, a bálokon, a Jós Karola napokon, a kuratórium üléseken készült felvételeket tartalmazzák. Elérkeztünk, polgármester úr, a mai naphoz. Beszélgetésünk után nem sokkal polgármester egy sajtótájékoztatón vesz majd részt. 1992 óta az ENSZ december 3-át a fogyatékkal élőknek a világnapjaként tartja számon.
a különböző fogyatékkal élő szervezetek összefogtak, és immáron másod alkalommal egy Mi is itt vagyunk című bemutatót szerveznek. Ez a kulturális bemutató, ennek a kulturális bemutatónak a sajtótájékoztatója lesz. Összességében tudtommal 10 szervezetnek a fellépői lesznek, akik majd szórakoztatják a közönséget. A mai napon ösztöndíjak átadására is sor kerül majd. A Szombathely visszavár ösztöndíjat 2013-ban alapítottuk. Az volt a célunk, hogy a felsőoktatási intézményekben a hiány szakmákban lévő szombathelyieket, a hiány szakmákat tanuló szombathelyieket segítsük. Azóta aztán különböző számban vannak, akik a kritériumoknak megfelelnek, és összességében havonta 10 hónapon keresztül 50 ezer forinttal segítjük őket. 2 évvel ezelőtt a középfokú oktatásban, a hiány szakmákban tanulókat pedig 30 ezer forinttal havonta segítjük. Így összességében ma 35-en vesznek részt, illetve kapnak Szombathely visszavár ösztöndíjat, az idejében pedig 5 új tanuló lesz, aki a Szombathely visszavár ösztöndíjban részesül. Na, ezeknek az átadására kerül sor a mai napon. Tekintsünk előre, polgármester, egy picit a hétvégére kezdjük a szombati nappal. Az adventi vásár nyílik, megújult az adventi vásár. Ugye a 90-es évektől kezdve rendeznek, 93-tól adventi vásárt itt Szombathelyen, 2001-től pedig adventi műsor is csatlakozik ehhez. Most megnyitjuk holnap az adventi vásárt új látványelemekkel, bővül a Szombathely főtere. Például ott lesz Rudolf, a rénszarvas meg a szán. Már lehet látni, nagyon jó pofán néz ki, a gyerekek nyilvánvalóan örülni fognak neki, és örülni fognak a gyerekek, remélem, annak a korcsolyapályának is, ami itt a főtérre megnyílik. Ez egy olyan 200 négyzetméter nagyságú terület, ahol úgy nagyjából 50-en kényelmesen elférnek, és kényelmesen tudnak korcsolyázni. Annyit még szeretnék elmondani, hogy Szent Márton kártyával, ez ingyenesen látogatható, ez a korcsolyapálya. A többieknek, akiknek nincs Szent Márton kártyájuk, azoknak valamit természetesen fizetni kell. Azt érdemes még utána elmondani, hogy a megnyitó után a fuvózenekar, említettük, hogy 60 esztendős ünnepi hangversenye kezdődik, és lesz még egy program, ez a program pedig a Fradi Hali meccs lesz szombaton az új stadionban, úgyhogy mindenkit várunk oda is, vagy hát mindenkit, akinek jegye van, azt várjuk oda is, azt mondják, hogy teltház lesz. Én abban bízom, hogy most már valamikor csak nyernünk kell, úgyhogy szerintem most érdemes nyerni. Vasárnap is lesz a polgármesternek programja. Vasárnap van a Kámoni búcsú. Egy búcsúi szentmisén veszek részt, és utána pedig egy alapkőletétel lesz Hende Csaba alelnök úrral együtt, és püspök úrral együtt a Kámoni közösségi háznak az alapkövét rakjuk le. Ha minden igaz, néhány év múlva felépül, olyan 60 millió forintnyi összegbe kerül, összesen egy 160 négyzetméter alapterületű épületről van szó, amihez egy jelentős nagyságú 50 négyzetméteres terasz is csatlakozik. Polgármester, köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen a nézőknek a figyelmet! Kedves nézőink, Önök a Péntektől Pénteki című villámbeszélgetést látták, tartsanak velünk legközelebb, és viszontlátásra!